Leopárd Barbi vagyok, és most megmutatom nektek az egyik kedvenc fámat. Ez pedig nem más, mint a közönséges pagodafa vagy japánakácc. Érdekes, mert neve ellenére semmilyen rokonságban nincs a fehér akáccal. Ez a példány számomra olyan, mintha egy boszorkányos vagy egy ilyen elvarázsolt kastélyos filmbe keverednénk, és a varázs erdőbe sétálgatnánk. A neve ellenére Japánban soha nem volt őshonos, később telepítették be, észak-kelet Kínából és Koreából származik. Általában 20 méter magasra nő, és hazánkban 200 évesnél idősebb példányokat is találhatunk. A fa fiatal növekedési szakaszában évente akár 60-80 cm is nőhet. Mindemellett a kínai gyógyászat 50 alapvető gyógynövénye között tartják számon, hatóanyagai a kérekben, a magokban található, illetve a virágban lévő illóolaj. Ha tetszett a videó, lájkold és hasonló tartalmakért kövess be!